Sziasztok! Ebben a részben a MikroTik 4011 Wi-Fi-s változatát fogjuk letesztelni nektek. Ebben a routerben 1,4 GHz-es processzor van, 4 maggal, valamint 1 GB RAM. Ezen kívül egy darab 10 gigabites SFP plusz interfésszel rendelkezik, és 10 darab RJ45-ös gigabites interfésszel. A 10 gigabites interfészekkel rendelkező routerek esetén a mérési eljárásból adódóan nem tudunk bridge-et, illetve switch-et kapacitást mérni, ezeknél a routereknél a többi mérés lesz az összehasonlítás alapja. Ha további információra vagytok kíváncsiak a mérési eljárásról, akkor nézzétek meg az ismertető videót. Most mérjük meg a 4011 rútolási teljesítményét. 85%-os processzor terhelés mellett 8 gigabit per szekundumot sikerült elérnünk TCP downloadban, TCP uploadban 94%-os processzor terhelés mellett 8,44 gigabit per szekundumot, UDP downloadban 90%-os processzor terhelés mellett 9,53 gigabit per szekundumot, míg UDP uploadban 98%-os processzor terhelés mellett 8,34 gigabit per szekundumot sikerült elérni vele. Most nézzük meg a 4011 natolási képességeit. Natolva a 4011-en 100%-os processzor terhelés mellett 4,14 gigabit per szekundumot mérünk TCP downloadba, TCP uploadba ugyanilyen terhelés mellett 3,48 gigabit per szekundumot, az UDP download ebben az esetben nem értelmezhető, az UDP upload pedig 95%-os terhelés mellett 6,46 gigabit per szekundum lett. Nézzük meg a router natolási képességét fast track-et bekapcsolva. Ebben az esetben 93%-os terheltség mellett 7,99 gigabit per szekundumot érhetünk el, 80%-os terheltség mellett a TCP uploadunk 8,43 gigabit per szekundum, az UDP uploadunk pedig 94%-os terheltség mellett 5,6 gigabit per szekundum lett. L2TP esetén a TCP downloadunk 230 megabit per szekundum volt 27%-os CPU terhelése mellett, az uploadunk 265 megabit per szekundum 23%-os terhelés mellett, az UDP downloadunk 756 megabit per szekundum 48%-os terhelés mellett, még az uploadunk 314 megabit per szekundum 22%-os terhelés mellett. Akkor nézzük meg a 4011 speed test képességeit. Ebben az esetben a TCP downloadunk 100%-os terheltség mellett 2,61 gigabit per szekundum, míg az uploadunk 2,98 gigabit per szekundum, az UDP downloadunk 96%-os terheltség mellett 1,62 gigabit per szekundum, míg az UDP uploadunk 4,7 gigabit per szekundum 82%-os terheltség mellett. Ez volt a MikroTik Routerboard 4011-nek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Jövő héten újra találkozunk, de ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, és feliratkozni a csatornánkra, ha még nem tettétek volna. Sziasztok!